Egy kis nevelési tanácsadás azoknak, akik nem tudják, hogy mit szabad a kölykeiknek, és mit nem. Kis villa olló, bankkártya, kölyök kezébe nem való. Amikor a fiad elcsesz egy adott pénzt egy adott streamernek, az a streamer esetleg elkölti azt egy kisboltban, mondjuk, te utána odamész a kisbolthoz és kéred vissza a pénzed? Kiröhögnek, ember. Kiröhögnek, érted? Még egyszer mondom, kis villa olló, bankkártya, kapa kasza faharang, anyát picsája, gyerek kezébe nem való. Ennyire egyszerű. Az előbb tartottam egy streamet, és stream közben jött a hír, hogy milyen videót töltött fel ugye Ebeni. Rengeteg idősebb emberke írogatta a chatbe, hogy bizony velük is volt ilyen, hogy kvíz műsorokba telefonáltak be reggel az öccsével, és 20 000 forintra rúgott az a bizonyos számla, de utána az apjuk szépen elverte őket, mint a rongyot, bazd meg, és legközelebb lám nem csináltak ilyet. Gyereknevelés első lecke. Kis villa olló, kibaszott bankkártya, gyerek kezébe nem való. Ha te valamit költesz a bankkártyáddal vagy a kölyköd, azért te vállalod a felelősséget és nem a kölyköd. Olyan meg nincs, hogy a kölyköd letagadja. Érted? Az a te felelősséged, neked kellett volna elzárni úgy, ahogy a fegyveredet, az öngyújtódat, a gyógyszeredet, a hegyes eszközöket, a villát, a kést, a tangát, a vibrátort, meg egyéb dolgokat. Nem tudom, ez így érthető-e. Kicsit komolyra fordítva a szót, kedves szülők, figyeljetek oda, hogy a gyereketek mit néz a tévébe, mit eszik, patkánymérges taknyos zsepi, csiga, kullancs, szunyog, darázs, egyebek, hogy mit csinál a számítógép előtt, amikor az elé odaül, a te pénzed, te vigyázz rá, mert nem fog helyetted senki sem vigyázni rá. Szerintem röviden, tömören ennyi és mindent elmondtam. Bocsánat, mert hogyha te írtál volna egy kedves levelet az Ebeninek. Szia, kedves Ebeni! Ne haragudj, de hülye voltam, a fiam megkaparintotta a bankkártyát, vagy én adtam oda neki, és elszórt egy csomó pénzt, és nagyon örülnék neki, ha esetleg, ha nem is mindet, de a háromnegyedét legalább, ha vissza tudnád küldeni, vagy bármi. Erre azt mondom, hogy rendben van. De állítólag ti szemétkedtek, zargatjátok, zaklatjátok, és fenyegetitek ezt az embert, aki egyébként apuka lesz. Nem csináltam volna meg ezt a videót, ha nem háborít föl ennyire. Most néztem meg, mert eddig nem tudtam megnézni, mert live voltam. Gyerekek, illetve szülők, ne viselkedjünk gyerekesen. Tessék megnevelni azokat a gyerekeket. Mert másoknak okoztok vele kárt, hogy a kölykeiteket nem bírjátok kordában tartani. Egyébként Beni, neked így a videó végén szeretnék gratulálni, hogyha az, aki születendő emberke, fele akkora arc lesz, mint te, akkor egy, ismét egy újabb, nagyon nagy emberrel gazdagodik a világunk, és mi is melletted állunk mindenbe, és sok boldogságot kíván nektek a GK csapata, és persze jó magam is személyesen. Akik pedig megnéztétek ezt a videót, remélhetőleg értettétek, hogy mit akartam vele mondani, és hogy mi volt ennek a lényege. A figyelmet köszönöm szépen, Guszti voltam a Gaming Kanálistól, legyetek jók! Ciao.